Na, sziasztok! Hát akkor kezdésnek egy kis ízelítő, amit láthattam én is saját szememmel a bábonai gazdanapokon. Mert tudjátok, ha szeptember és bábona, akkor bábonai gazdanapok. Na jó, a point félre szeretném most tenni. Agrógyula fanatikus vagyok. Jó a hangulat, harmadik nap, utolsó nap, jó az idő, és nem találom meg azt a jó fényt. Amikor fénybe ütközünk, de jó hangulat, és azt kell mondanom, hogy több ezer lóerő, és több géptípus, szántóföldi gép bemutató, egy gyorsan próbálom összeszedni nektek a gondolataimat, drón bemutató, volt rá lehetőség traktor tesztvezetés, az ugye már volt tavaly is, lóvas bemutató, ott is ugye különböző program sorozat volt, és még sok finomság, meg ugye kukoricafajta bemutatók, úgyhogy lényegében most ennyi. Meg ugye vannak egy-kettő régi erőgépek, ami igazi ikonok és kuriózumok. Na, elérkeztünk az Agrotechhez. Már nem mintha most jöttünk volna ide.
De ugye itt vagyunk a traktoroknál, és ugye jelen esetben beszeretném nektek mutatni, ez ugye T5.100-as, tényleg egy nagyon fantasztikus egy kis erőgép, és ugye ebből a modellből elérhető a T5.100-as, ami ez a modell az, van a T5.110 és a T5.110. És ugye itt vannak táblázatok, ha megnézzük, milyen teljesítményű, mi a tengely távja, milyen motor van benne. Itt ugye itt van hengerek száma, feltöltés szelepek hengerenként, ez ugye fel is van tüntetve, láthatjátok. És az üzemanyag ellátó rendszer, magas nyomású közös nyomcsöves. Tehát itt minden le van írva, ami fontos számunkra. De valamit nem tudunk, akkor kérdezzük meg az Agrotech munkatársait. Ők nagyon szívesen segítenek minden kérdésben, szolgálatokra van. Itt a Agrotechnél a zászlós hajója, az ugye ez a T8.410-es Genesis traktor, ami dupla Iker kerékkel van itt a kiállításon felszerelve, és itt a modell elérhető, hogy a T8.380-as, T8.410-es, ami ugye itt jelen esetben van kiállítva. És itt, és ugye van belőle olyan modell, hogy T8.435-ös. Tehát szerintem nézzük körbe, térképezzük fel így maga a gépet, nézzük meg a fülkét, elég nagy kabin, nagyon kényelmes munka körülmény biztosít a gazda számára. Hát még lehetne aludni is. Na jó, poén félretéve. És ugye körbe tekintsük a gépet. Tehát eszméletlen ez a gép. És itt vagyunk egy újdonságnál, az Agrotech Magyarország Kft-nél. Ez pedig nem más, mint a New Holland Big Baller 1290-es High Density-nél. High Density modellű bálázó. Ez egy nagy szögletű bálázó gép. És nézzétek meg a kerekeket, milyen nagy, és milyen nagy a gép ez. Ezt érdemes körül nézni, és ugye így van ez a motorháztető is, egy új vizánt is kapott, és ugye itt fel van, itt is van egy műszaki leírás, és itt ugye Big Baller 1290-es HD Computer. Ja, ez akkor az. És ugye itt minden le van írva. Úgyhogy ez teljesen egy új dizájn kapott maga a bálázó. Csak nézzük meg itt az oldalát, nézzük meg ahogyan ott nem matricával feltüntetve a New Holland, meg a emblémája, hanem én szerintem fémből van ugye ez kirakva, hogy jobban megnézzük. Ott valami olyasmi. Agrotechnek ez az egyik újdonsága, és még van egy-kettő, amit szerintem feltétlenül meg kell nézni. Na, az Agrotechnél még egy újdonság a T7.HD, amit ugye itt körül meg is néztetünk. Pontos szériája ennél a modellnél a T7.315HD nevet képviseli. És ennél is, ha jól tudom, igen,
nem matrica, hanem úgy van odaragasztva fém. Tehát ez azért... Ezek ma igazi atomgépek, ha jobban megnézik. Maga a hidraulikus rendszer is nagyon nagy, tehát az emelőkapacitás is igen kimagaslóan nagyon nagy. Úgyhogy tudjátok, ha kék gépek és sárga szörnyetegek, azok a New Hollandok. Meg annyit kell megemlítenem erről a T7HD-ről, a színe is különböző, nem ez a világos kék, hanem ez a sötét kék szín. Úgyhogy ennyit erről a modellről. Na, itt feljutottunk egy New Holland CR Combine-nak a tetejére, és itt elég sok mindent láthatunk. És itt van mellettünk egy New Holland CX-8.80-as. Elég sok mindent láthatunk itt fentről. Van látni való bőven. Ezt a legkisebb CX 6.90-es kombányt. Ezt is jobban körül szegezzük. Itt is ugye fel tudunk menni. És nem akarom, hogy nagy pofára esések legyenek. De magtartályú is másabb, mint ez a CX 8.80-asé. Meg ugye itt alul, ott a CX-8.80-asnál az a észrevétel, kettő csiga dolgozott ott alul, ennél meg egy. Úgyhogy ez már másabb működése, mint ennek, legalább magtartály esetében. Úgyhogy jövünk le. Megcsodáltuk ezt a gyönyörűséget. Ha tudjátok, a sárga és a kombányokról van szó, akkor a New Holland egyértelműen. Itt is nyitva van a kombánynak a oldala. Itt is benézhetünk. Van látnivaló, van érdekesség. Ami az Agrotech Magyarország Kft. Tud nyújtani nektek. Na, sziasztok! A következő gép, ez nem más, mint egy New Holland szőlőkombány. Nézzétek meg, egy ember is kényelmesen befér. És ugye itt a egy sor szőlő ugye elmegy, és úgy szedi a szőlőt. Menjünk át ide. Ugye itt is a modelleket szeretném elmondani nektek, illetve felolvasni. Ugye van az a 9050L, ez a jelen modell, ez a 9070L gépezetünk, ami itt van kiállítva. Igen, ez a 9070L, és a 9090L-ig. Így egy picit térképezzük fel a szőlőkombányunkat, és itt van neki a tartálya. Ugye belül ugye leszedte már szőlőt, fölkerül a tartályba, és végül ki fogjuk borítani. Ez a munka folyamata. És a szőlőt középen történik a betakarítás. Van ugye kettő tányér
valami, és akkor azt viszi föl a tartályba. Tehát én erre célzok, ezek a tányérok juttatják ki tartályba szőlőt. Tehát gondolod, hogy több száz hektáros szőlőtök van, akkor vesztek egy ilyen New Holland szőlő kombányt, és akkor pár óra alatt vegan le lesz takarítva a szőlőcske. Tehát a humort félre tenni. Ez a New Holland 9070L szőlőkomba. Ez valami elképesztő. Itt van az első körben a Pöttinger gépek megtalálható. A tárcsák, a vetőgépek, illetve a vetők is itt már előkerülnek. Illetve rátérünk itt már a Dondi erőgépre. Ez egy vontatott talajlazító. Ugye három sorba helyezkednek el a pések, induljunk innen előre. Van ugye egy sor tárcsa, három sor talajlazító kések, és itt van az a két sorba helyezkedő tömörítő hengerek. Ez az igen brutális dolog, meg megtalálható a függesztett Dondi talajlazító. Ugye ez egy Dondi függesztett talajlazító. Ugye hátsó pont, 3 pont. És a munkaszélesség azt írja 2,5. 2,5, 3,5, kések száma 5. Kések típusa, itt mindent leírnak. És ugye rátérünk a Dondinak a másik gépére. Ez nem más, mint a Dondi RT600-as aprítóhengere. Tehát abszolút. Igen, brutál az a gép. Tudjátok mihez tudtam legelsőnek hasonlítani? A szőlődarálóz, abban is ilyen kis hengerek dolgoztak. Egy kis viccet is belecsempésztünk. Ugye itt van ugye függesztett, függesztett Pöttingertől Amazon-e szemenkénti vetőgép, ami ugye a Preced 4500 2CC szuper névre hallgat. Most el kell mondanom, ez egy függesztett szemenkénti vetőgép. Rátérünk a vontatott rendsodróra. Ugye ez a Pöttinger Top 662-es vontatott rendsodró. Ez a IH 3588-as erőgép. Ez ilyen bábonai színekben tündökül ez az erőgép. Úgyhogy meg annyit érdemes megemlíteni, hogy megyünk a kerekeknél, akkor a kerekek azok egyforma méretűek. Tehát azzal is tudnám hasonlítani, mint egy dutra hasonló. Hasonló az elrendezése, csak a dutra nem derékcsuklós, ez meg ugye derékcsuklós. Itt látható az egész. Úgyhogy így néz ki hátul. Azért így összehasonlítva az egészet ott elől nagyon patentú meg van csinálva maga a fényezés. Ugye a hátsó részt ezt most nem tudom, vagy nem volt rá idejük, vagy nem tudom. Így az első részt így megnézzük, nagyon patent, nagyon patika. Tehát nagyon jól restaurálva lett. Olyan, mint az igazi
Ha mikor visszamennénk az időbe, mikor 80-as években lennénk, meg 90-as években. Úgyhogy nézzük meg jobban ezt a képet. Ez a gép az így néz ki. Te is belősz? A gyerekek, ez akkori kornak nagyon megfelelő fülke volt. A kormány, ez már nagyon jó gép volt akkoriban. Hát itt belülről is megnézhetitek. Tehát akkoriban ezek a gépek ugye akkor is a mezőgazdaságot egyre jobban sürgették, minél nagyobb teljesítményű gépek kellettek, ugye, minél nagyobb földeket kellett ugye akkor is már megművelni, és ugye a mezőgazdasági fejlesztés már akkor is már sok oldalúra bővült, és ugye akkor is a technikák fejlődtek, csak azzal szeretném ezt így alátámasztani, hogy a mezőgazdaság ez folyamatosan fejlődik. Mindig is van egy fejlődési szög. Például most ugye megnézzük, vannak az újabb gépeknél ugye ezek a rendszerek, amit a káros anyagkibocsátást ugye átszűrik. Ez pont azért van, mert itt van olyan nagy téma, mint a klímaváltozás. Ez ellen a gyártók is próbálnak mit tenni. De összességében Bábonai gazdanapok, szeptember 9 és 11. Ezt az érdekességet felfedeztem, csak most volt rá módom. Ez egy M10-ből átalakítva. Ez ilyen homlokra akadó féle. Igaz, hogy öreg, de megteszi a dolgot. Unirák 1500 az elnevezése. Így néz ki. Láthatjátok. A belső. Láttunk egy igazi kuriózumot is. MTZ-ből átalakított targonca. Megvan ugye a villány. Nem tudom, rendes targonca, lehet itt is a villánynak a távolságot állítani. Tehát extra brutál ez a gép. Nagyon brutális.
Régi buszokon. Itt vagyunk a Agrotech standján, és találkoztam kettő úriemberrel, és most kibeszéljük, hogy milyen gépek is találhatóak itt. Na akkor, megyünk egykor? Persze. Ugye itt van egy óriási balázó, ami ugye Magyarországon vannak ezek a gépek itt először, tehát egy gép premiért ünnepelhetünk. Na és akkor ti is mondjatok nézőknek egy kis pár gondolatot. Nagyon szép gépek, újak. Biztos jók is. És minőségben is ott vannak gyerekek, minőségben! Na, akkor menjünk picikét tovább. Itt már találkozunk egy New Holland T7.195-ös S-szériával. És erről mi a véleményetek? Hát, középerős traktor. Igen. Funkcionális mindenre. Ez is jó gép. És univerzális. Igen. Azért, ne örüljetek, de... Na, és akkor maga a gépnek a felépítéséről mi a véleményetek? Hát, rugózott első híd van talán. Na igen, igen, már műszaki adatokkal is fogunk találkozni. Ők az embereim. Na igen. Nagyobb a kényelem. Tehát a kényelemből én azt mondom nektek, a gazdának a komfort érzete is jobb. És itt, amit külön nektek meg is fogok említeni, picikét idejövök a fülkéhez, ami tényleg a New Holland az már alkalmaz pár éve, a fülke az rugózik. Én például egy kézihába láttam ezt a megoldást. Aztán ugye pár éve, hát én jó pár éve jöttem ide gazdanapra, és ugye én is tapasztaltam, hogy ez nem az a fix fülke, hanem rugózott. Na és még pár gondolat erről az erőgépről. Jó gép lát. Ilyen gépünk nekünk nincsen még, de... Próbáljuk ki majd egyszer. Na jó, akkor így végig megyünk a New Hollandok között. És itt van egy T765S. És akkor erről mi a véleményetek? Gyengébb, mint a másik. Gyengébb az tény. Jó, jó meglátás, gyerekek. Nem. Akkor ez egy T7195S szériás gép, erőgép volt. Itt meg találkozhatunk egy T7165S. Na jó, erről a gépről mit tudunk gyakorlatilag elmondani? Univerzális traktor, középkategóriás, erőszinten. És mit így tudsz elmondani a hány lóerős, meg a nézők a ilyesmikre kíváncsi? Mert ugye azt hallottam, te ugye mezőgazdász vagy, és te neked ezeket általában tudnod kéne, vagy kell? Hát 165 lóerős névleges teljesítmény. Ja, nézőknek elmondanám, a széria, a szériának az utolsó számtagja névleges motorba mért teljesítmény? Teljesítmény. És ugye ez ugye azt jelenti például ennél T7195S, ez akkor, ha jó gondolom, 195 lóerő? Hát névleges teljesítménye, igen. Névleges. Nem tudom, hogy többe vagy kevesebb, de e körül van, igen. Névleges motor teljesítmény, de ami az erőgépnek még szokott ilyen plusz lóerő lenni. Igen. Tehát azért plusz lóerő, tehát ez egy névleges motor teljesítmény. Kerek legyen. Így van, akkor megyünk a... Ez ma tényleg azt mondom, Magyarországon ez népszerű ez a gép. Na ugye ilyesmije van a egyik ismerősömnek. Ugye az egy New Holland T6.165-ös, és itt amivel találkozhatunk szemünk előtt van, ez egy New Holland T6.160-os. És akkor erről egy kis pár gondolat, észrevétel. A 160 lóerő, első súlya van kerekekben is. A súly, ami talán... rajta van, az egy 45 kilós orrsúlya rendelkezik, és ezen kívül maga a fülke kényelmi szempontokból, vagy mit tudtuk erről gépről elmondani?
kényelmes és biztos. A mai világnak megfelelően. És kornak megfelelő technikákat képviselnek ezek az erőgépek, azért arra jók adjunk ki. És akkor átmegyünk, itt már megint egy, ugye névleges motor teljesítmény, az egy 160 lóerő. Na jó, akkor megint rátérünk egy kérhetes kérjási erőgépre, és akkor erről csináltuk így. Pár mondatban elmondjuk, ez egy 2-10-es, 2-10-es, és amit én el tudok mondani, az Orsi ez egy 1000 kilós. A maga felépítés az erőgépnek. Nagyobb a felépítése. Nem tudom. Ennyi talán. És akkor névleges motor teljesítmény. 210 lóerő. Igen. Úgyhogy akkor megint rátérünk egy nagyobb széria, az is T20-on. Ez a T270-es. Erről is fiúk pár gondolatot száradtak ki, nem tudjuk. Hát a széria 270 lóerő, névleges teljesítmény, nagy keréksúlyok. És ami tényleg ennél az erőgépnél különlegesség, azt hiszem minden gazda felfigyel erre a cenzoros munkaeszközét. Erről is tudnátok pár gondolatot említeni, vagy? RTK-hoz kell valószínű, de 2 centi pontos. De precíziós gazdálkodás. Műcét szolgál a földeken, mert sok nézőt fogja nézni ezt a blogot, és a felvétel megy, ugye? Megy. Ilyenkor megszokott szakadni, hát csak azért volt. 4 perc itt van, számol. Na jó, akkor ez egy precíziós gazdálkodáshoz kell ez a... Nézzük meg ezt az erőgépet, és utána még elmegyünk ezen a soron. Nagyon szerintem akkor térjünk rá erre a Magyarországra érkezünk. Ugye ez az első erőgép, a vállázó, meg ugye a T8 Genesis, meg ugye ez a T7 HD. Akkor erről is egy pár gondolatot szeretnék, hogy ti is elmondanátok. Na, fiúk, akkor hallgatnak benneteket. Maga a színe, na színbe is van változtatás. Igen. De ez nem minden napos, New Holland színbe van az az erőgép. Hát, HD verzió. Hát a kerék az egy atom. Az egy nagyon brutális. Igen? HD verzió. Erősebb. Talán a motorja is kicsit másabb, mint a többieké. És fiúk, én arról szeretnék tőletek véleményt kérni, ha majd egy korszerűbb lesz a mezőgazdaság. Én azt is hallottam, hogy nem tudom, ez egy hülye információ, nem tudom, hogy a mezőgazdaság is arra fog rámenni, hogy gyártani fogjuk az elektromos mezőgazdasági gépeket, vagy ez még picikét hódik van ez a technológia? Hát nem tudom, én erről még nem hallottam, de... Mert ugye New Holland csinált egy prototípus, az a New Holland 2-es elektromos traktor, azt a munkat elvégzi, mint a hagyományos, csak annyi a különbség, hogy árammal működik, így van. Odé van még szerintem. Na, akkor picit a témát elöptük, nézzük meg a gépnek a felépítését. A fülkéről mit tudnátok elmondani? Rugózott a fülke is. Elég valószínű, és kényelmes. Ez egy Bluepower. Így van, Bluepower. Ez egy Blue színbe. Tehát itt most megnézzük, ez a T8 Genesis. Ez ugye sima két szín kombináció. De ezt megnézzük, ez ma a sötét kerékkel. Ezért Bluepower. Így van. Na, akkor meg a hűtőrácsa is a színbe eltérő. Ha megnézzük az összes New Hollandnak a hűtőrácsát, az ugye mind fekete. És itt ami tele PML-fedően tudnám ezt elmondani, ott is látszik a változtatások. És ez pontosan T7.315 HD és 315 névleges motor teljesítmény.
Ugye annyival szeretném kiegészíteni, mint ugye ma von első TLT. Megfolytas. Másképpen kordan. Tudjuk erről, mit is tudnátok így elmondani? Nagyon komoly munkalámpák vannak még rajta. Éjszakai munkához. A gyerekek itt ma... És maga gépnek a felépítéséről mit szeretnétek? Rúgózott az első híd is. Még kényelmesebb a gép. A munkakezelése. A hátsó híd, az is rúgózott. Szerintem igen. Nem tudom. Ennél is a megszokottan a fülke rugózás is van. Na hát akkor rátérünk. Még nyitva is van. Akkor majd bele is fülünk, és akkor ha lesz rá lehetőség. Na hát akkor fiúk, elérkeztünk itt a bábonai döntőnapokon. Itt a New Holland traktor kínálatában a legnagyobb modell, a vezérgép. A legnagyobb modell az a T9-es, de azt nincsen kiállítva. Ez egy T8 Sportmaster-es Genesis traktor is. A névleges motor teljesítmény, a jó tudom, 4-10-es. Így van. 4-10 lóerő. Na hát akkor... Nem tudom, mikor ez az első modell megjelent, ez volt a, vagyis a T8-as, akkor ez volt a T8000-nek a váltótípusa. Így van. Én azt gondolom, a T8000-et mikor leváltott, a picit meglepődtem, hogy most mi, egy ilyen, olyan, mint amnéziát kaptam, most mi, értem. És akkor olyan fura volt, de aztán megbarátkoztam a gondolattal. Ez egy új formaterv. Így van, abszolút. Na hát akkor azt mondom, akkor tekintsük meg közelebbről. Meg a ez a T8-as kiállító darab, ez dupla ikerkerékkel van felszerelve. Ellen hátul, keréksúlyokkal. Tehát gyerekek, ez tavaly is volt T8-as, tavaly előtt is, és érdekes, a ikerkerék az fent volt. Ezen a kiállításon nagyon azt sugallja számomra, ez egy igen erős gépnek tűnik. Én még ilyet nem láttam dolgozni, de videókon nagyon nagy bennük a lóerő tartomány. Na hát akkor szerintem, ugye így van felfüggesztve, felszerelve az ikerkerék. Nézőknek ez is érdekes. És ugye ott meg csapszeg van. Hát ugye nézzük meg a hátsó kereket, és ez is így van felszerelve. Van bent ugye keréksúly is benne, hogy a keréksúly igazából azért kell, hogy jobb vonóerőt biztosítson a munkagépek számára. Megkebb súly, így van. Ezek már olyan sebváltóval vannak ellátva, olyan technikát, technológiát képviselnek, ami nélkülözhetetlen a mezőgazdaságban. Fokozatmentes. Fóvásítváltó? Nem tudom pontosan ebben mi van. Szerintem fokozatmentes valami. Akkor gyertek, derítsük ki! Olyan nagyon szép porcsúlyunk, és akkor kiszünk a táblázatnál. Na hát akkor hol találjuk? Autókommand, az nem a tank. Full power shift sebességváltó. Full power shift sebességváltó, gyerekek. Full power. Akkor ez nem fokozatmentes. Nem tudom, mert alatta meg fokozatmentes van. Akkor szerintem van még egy. Vagy csak opcionális, hogy melyiket férjük hozzá. Ezt nem tudom, hogy melyik. Na, hát akkor gyerekek, nézzük meg a legkisebb New Hollandot, a főrészet és a gyümölcsös minden erőgépbe. Ez is mi, 100 lóvas? Így van. Tényleges teljesítmény. T4 font 100 FS. Azt mondom,
ennél a szériánál nincsen fülke rugózás. Ez egy sima fülkében felszerelve. Ugye kis erőgépeknél az így, én szerintem azt kell mondanom, ez így nehéz kivitelezni. És az is olyan dolog, mert ugye nem tudom most ez, ebbe is van ma rúrendszer. Nem tudom. A gyerekek kiderítsük. A gépkezelői környezet az egy elektronikus műszerfal, zuhanó tárgyak elleni védelem, légkondicionáló és Blue Air Cab kategória szint. Szerintem nincsen benne. Hát itt nincsen még szerintem a rugózott mazé, nézzük meg a gépnek a felépítését. És mi a véleményetek erről az erőgépről? De amúgy te is elmondhatod. Hát... kisebb gazdaságokban szerintem tökéletes. Hát akkor ez ma kertekbe is lehet vele menni. Az maga felépítése, maga gépezetnek ugye hidraulikus rendszer, tehát ez azért ez is erősebbre sikerült. Azért megnéz egy kínai kis traktoron, azért némelyik, ha nincs még kidolgozva. Gyerekek! Ugye, a kábelek bedugása. De ha vontad sportkocsit, annak a kábel. Hidraulika, elektronika. Tehát áramforrás. Különböző csatlakozók. Igen. Úgyhogy gyerekek. Talán ennyi. Az idei felhozata. Na, szerintem akkor térjünk rá a Agrotechnek a munkaeszköz kínálatához is. Azért ez a felhúzatal is azért szép. Na, köszönöm, nem térjünk rá a gépekre. Na, szerintem még valamit említsünk meg a nézőknek. Ott bemutatunk egy jó holland fűnyíró traktort is. Na, jöttök? Akkor mutassuk be nézőknek ezt a New Holland önjáró fűnyíró traktort. Na erre fiúk, mi a véleményetek? New Holland Boomer. Kompakt, 25-ös. Rá van írva. De gyerekek, ezzel lehet önkormányzatoknál vállalni munkákat. Biztos jó vele a munka. Próbáljuk, este elhisszük, nem? Na jó. Meg nézzük meg a hátulját. Na, a gyerekek, ennek annyi a különlegessége, ez nem egy sima, hagyományos önjáró, még van hidraulikus. Abszolút. Gyerekek, abszolút. Akkor szóval este megyünk szántani, ugye? Igen. Na jó. Figyeljetek, kék színe az általában mindegy tetszetes. A New Hollandról beszélgetünk. Eladja. Bankba megyünk, azt megyünk, jó? Úgyhogy... nekem még anó, tudjátok, melyik kis New Holland széria volt a kedvencem? Meg a T3000-es. Az a lámpa burkolatát ez a szín ötvözte, ugye? Csak az kockába kell gondolni. Meg anó a New Holland TM széria nagyon megtetszett. Mondták az ismerősök is, hogy nagyon jó, tudod. Ott térjünk rá a munkaeszközökre. Melyikkel kezdjük? Vetőgéppel. Menjünk vetni. Menjünk vetni.
még nincs a vetés szezon, nem kell kukoricát se vetni, de akkor térjünk rá egy Amazon-e márkájú vetőgépre. Pontos típusom, neked hihetem Amazon-e, milyen réci? Rékea. Rékea. 4500, kötőjel 2cc, függesztett szemenkénti vetőgép. Így van. Akkor vélemény, felépítés, kialakítása, mi a véleményetek róla? Új gép, Amazon, hidraulikus ventilátorhajtás, szemenkénti vetőgép. De ő már gyerekek, ő már műszaki szemmel mondja dolgokat, mert tapasztalata is megvan. De tényleg meg annyival kérnélek meg, mi a véleményed a mezőgazdaságról? Már maga a fejlődési szintről kérdezve. Hát fejlődik. Jobban, mint az autóipar. Előrébb jár és fejlődnie kell. Gyerekek, annyit mondok nektek. Ha tudnak a pláza cicák, mennyibe kerül új traktor, akkor mindig a traktoros fiú kéne. Na jó, meg ugye Amazonról egy kis észrevételt szeretnék mondani, ez is egy világhírű márka. Így ez is évről évre fejleszti a gépeit. Ugye régen nem voltak ezek a vetőgépek, ami a levegő segítette ugye a magukat, hanem ott ma fizikálisan érintkezett a földben is akkor jött. Akkor én, akkor folytassuk az Amazonnal, az pedig a függesztett műtrágya szóró legyen. Szilárd műtrágya szóró. És lehet vele folyékony műtrágyát kijuttatni? Micsire? Lehet folyékony műtrágyát kijuttatni? Hát ez lehet szerintem. Mert ugye a nézőket ez is érdekli. Figyeljetek, ez egy Amazon-e zárkötőjel V. 1400 szuper profi Tronic, függesztett műtrágya szóró. Ugye a modell, ami itt van, Amazon ZA, kötőjel V 1400. Az ugye 1400. Itt vannak ugye a tárcsák, mondjuk a nézőknek a műtrágyérességét. Igen, 8-25 méter, 28, 1700 literes, ennyi körülbelül. És akit érdekel a tömeg, az meg 350 kiló. Tartály térfogat, az meg 1700, max tartály térfogat, az 2300 kiló. Max hasznos terhelés, az meg 3200. 3200 kiló. Na hát akkor ez megvan. Akkor kérjük rá legyen a Pöttinger, és utána legyen a Pöttinger rendcsodró. Nem tudom, nekünk már lát. El kéne menni, már idő van. Ezt akkor mondjuk el, akkor ezt a henger is akkor ja. Jó. Dondi henger, aprító henger. Tesztelve is lett. Dondi RT600-as aprítóenger pontosan. Vontatott kivitelű. Hengerátmérő 860 cm. Munkaszélesség 580, szállítási szélesség az 300 cm. Öncsúly az 4600-as. Öncsúly feltöltött hengerekkel 6400. Teljesítmény igény a 160 lóerőt igényel. Tehát nézzük körbe, és szerintem akkor már egy. Tehát lényegében egy hengerről van szó, és ezek a kések úgy vannak felcsavarozva. Ez a pinti a származolványokat. Hát ugye láttam, az is Dondi a szántfődegép bemutatón, az ugye itt a sebességen is sok számít, hogy mennyire a fabrik. Tehát fizikának is hozzájárul. Nézzük meg így körbe. Na hát akkor
Szerintem ezennel elérkeztünk. Bábonai gazdanapok 34. alkalommal lett ismét megrendezve, mert a szeptember is bábolna, akkor tudjátok, bábonai gazdanapok. Úgyhogy én azt gondolom, a New Hollandra büszkék lehetünk. Mert mikor a kék szín felcsillog és bennük rejlő lóerők megszólalnak, dűbörögnek a lóerők, akkor az egy fantasztikus érzés. Ha tudjátok, a New Hollandhoz egy olyan életérzés ad, amit elmondani nem lehet. Traktorba kék színek, bálázó kombányokba sárga színek. Tudjátok, ez New Holland. Agrotech Magyarország Kft. Köszönöm szépen azt a videót, végignéztétek, és arra biztatok mindenkit, hogy keresse fel mindenképpen az Agrotech Magyarország Kft. Aki egy New Holland erőgépet szeretne vásárolni, vagy egy New Holland bálázó kombány, az ne tartsa magába a kérdést. Tegye fel Agrotech Magyarország Kft. Munkatársainak. Mert ők várják a hívásokat. És nagyon szívesen segítenek. És meg szeretném köszönni, hogy adtátok ezt a pólót és ezt a sapkát. Nagyon lelkes vagyok ez a márka iránt, úgyhogy ha New Holland, akkor Agrotech Magyarország Kft. Van valami kérdésetek az Agrotechhez? Bizalommal forduljatok hozzá, mert tudjátok, arassunk együtt sikert az Agrotechkel. És közeljövőben vásároljatok New Holland gépeket. Mert közös sikerhez New Holland gépek vannak közel, tudjátok. Lehet szó New Hollandról, New Holland traktorról, New Holland kombányról, illetve New Holland rakodógépekről. Szóval válasszátok a New Holland gépeket. Sziasztok!